Együtt a pazarlás ellen címszóval szervezték meg a román kormány fenntartható fejlődési ügyosztályának égisze alatt és civil szervezetek bevonásával azt a nemzetközi konferenciát, amelynek a célja az élelmiszer pazarlás visszaszorítása. Erre Romániában már létezik jogi keret, de az alkalmazása akadozik. Minden évben 2,2 millió tonna élelmiszer dobnak el Romániában. Borbély László államtanácsos, a kormány fenntartható fejlődési ügyosztályának vezetője szerint ennek 53%-a háztartásokban megy kárba, a többit a nagy élelmiszerforgalmazó láncok által forgalmazott termékek teszik ki, amelyeknek lejárt a szavatossága. Romániában még mindig igen jelentős a pazarlás mértéke, a világon a 9. helyen állunk ilyen tekintetben, tette hozzá Borbély László, kiemelve azoknak a civil szervezeteknek a szerepét, amelyek átveszik és hasznosítják a lejárt szavatosságú termékeket. Ugyanakkor az általuk elvégzett munka sem elegendő. Nagyon fontos számunkra az, hogy egyrészt persze lecsökkentsük ezt a 2,2 millió tonnát, másrészt, hogy magyarázzuk el az embereknek, hogy mit kéne csinálni. És ezért hívtuk meg mindazokat, akiknek szerepük van ebben. A közhiedelemmel ellentétben nem a kereskedelmi forgalomban, hanem a háztartásokban pazarolják el a legtöbb élelmiszert, ezt pedig nem lehet jogszabállyal megakadályozni. Tudatosítani kell az emberekben, hogy felelősebben vásároljanak, és vissza kell térni ahhoz a korábbi értékrendhez, amely szerint kenyeret kidobni bűn, felszolgált ételt a tányéron hagyni nem illik, mondta Táncos Barna szenátor, aki az eseményen felszólalt. Van jogszabály arra, hogy hogy kell ezt megelőzni, van jogszabály arra, hogy milyen intézkedéseket kell fogalmazni, van vita is arról, hogy a begyűjtött élelmiszert azt értékesítheti-e egy élelmiszerbank, mert ennek nevezik ezeket a lerakatokat, vagy csak alapítványoknak, non-profit szervezeteknek adományozhatja, de van már intézkedés erre, vannak már aktív szereplői ennek a történetnek. Míg a romániai háztartásokban évente 1,3 tonna élelmet dobnak el, a világon 820 millióan éheznek, belföldön pedig minden második 1 és 6 év közötti gyereket a mély szegénység veszélye fenyegeti.